Így van, a legilletékesebbbe beszélgetünk a témáról, Székely Sándor a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnökét. Köszöntöm, szép jó reggelt. Jó kívánok. reggelt. Kívánok, kívánok. Na akkor vegyük sorba ezt, ugye? A Szolidaritás Mozgalom az markás álláspontja az, hogy a pártok helyett, ugye, civilekre van szükség az önkormányzatokban. Mindjárt jön egy miért kérdés erre, a másik pedig, hogy, hogy ez alapján önök hogy állították össze, vagy állítják össze a listát. Hát a kérdésre a válasz az az, hogy a ország 3200 településében, 3000-ben már, ugye a tízer, a 10.000 így működik az ország, és borzasztó lenne, hogyha a többiben is így működne. Egész azt látjuk, nem csak az elmúlt öt évben, az elmúlt 34 évben, hogy a pártpolitika akadályozza az önkormányzati működését, működést, Ugye, hogy ki van éppen kormányon, ki nincs kormányon, akkor ezt megadunk meg pénzt, nem adunk pénzt, engedjük, hogy fejlődjön az a város vagy részkerület, nem működjön. Tehát ez szerintünk vállalhatatlan, teljesen mindegy, hogy ki van kormányon és éppen ki van ellenzékben. A terpüléseknek működniük kell, az önkormányzatiság nem erről szól. Ez a parlament, az Európai Uniós terep, a pártpolitikának, az önkormányzatoknak arról kell szólnia, hogy az embereknek, akik ott élnek, hogyan lesz jobb, hogyan fejlődik a körzetük az utak, vagy bármi más, ami ott rendben van. Tehát itt, 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 itt kötelező lenne szerintünk, hogy ne legyenek pártok. Budapesten még rosszabb a helyzet, elképesztő mennyiségű dolgot kellene megtennünk Budapesten, imbár 34 évet, az elmúlt öt év az gyakorlatilag egy kihagyott öt év, sőt, még hogyha lehet, rontottunk a helyzeten, és ez is gyakorlatilag a pártpolitikának köszönhető. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ideje lépésről lépésre visszavenni az önkormányzatokat, hogy azok való az emberekről szóljanak is, ne pedig arról, hogy hogyan lesznek ezek pártkifizető helyek, ezek a kerületek, ezek a városok. Nevezzük nevén egy-két gondolattal, hogy mi az, amit például önök szerint Budapesten tenni kellene, vagy szükség lenne rá? Hát a Budapesten az, az első és legfontosabb és a legbonyolultabb ügy, ami egyébként valóban nem pár hét meg pár év, de át kellene alakítani az egész struktúráját a 23 kerület és a fölötte a fővárosi önkormányzat gyakorlatilag, ha nem is működésképtelenné teszi a várost, ez hazugság lenne, de hát elképesztően megbonyolítja az életünket. Összehasonlításképpen mondom, egy New Yorkot, ami egy több mint 10 milliós város, öt önkormányzattal igazgatnak, ugye Budapesten 23 van plusz a fővárosi önkormányzat, el lehet képzelni, hogy ez micsoda érdekellentéteket és micsoda adminisztrációs buborékot hoz létre, tele vagyunk felesleges állásokkal, több száz milliárd forint megy el évente, csak hogy ez a rendszer így fölmaradjon, arról már nem is beszélve, hogy mit akadályoz meg ez a rendszer, nem tudunk, nem tud senki se, sem az elmúlt évben, sem az elmúlt 30 évben hosszú távú nagy befektetéseket csinálni. Ez az első dolog, aminek neki kell állni. Aztán persze jönnek a úgymond apró dolgok, a közlekedési káosz felszámolása, a lakhatási válság felszámolása, a vezetek felszámolása, csak a legégetőbbeket mondjuk, ezek mind problémája az elmúlt 34 évnek, és az elmúlt 5 évben pedig hát végzetesen rossz irányban kezdtek el menni a folyamatok. Önöknek... a legnagyobb sajnálatunkra egyébként, mert egy olyan polgármester vezetésével történik ez, akit mi támogattunk egyébként 2019-ben. Erre is miért rátérünk, Önöknek egyébként vannak ötleteik, vagy vannak már ezekre, vagy némely dologra tervek? Hát nézzenek, nekünk programunk van, ugye két évig, mi már két éve hát ha nem is kampányolunk, de készülünk erre kerületi szinten, városi szinten, fővárosi szinten. Ugye a lakhatási válságot például ugye három szintű beavatkozást gondolunk, először is egy szociális bérlakás programot, a legelesettebbek, a legrászorultabbak részére, aztán kell egy bérlakás program, ami, ami már azoknak szól, akik azért van munkahelyük, van egzisztenciájuk, de nem akarnak ingatlant vásárolni. És van egy harmadik ügy, ugye a két részből áll, egyrészt nagyon-nagyon szabályozni, vagy akár megszüntetni kellene az Airbnb, az úgynevezett Airbnb kiadási rendszert, illetve egy lakásügynökséget hoznánk részre, ahová azokat terelnénk be nagyon határozottan, akik ugye a lakáskiadással foglalkoznak, mert ugye teljesen szabályozatlan ez a dolog, teljesen el vannak szabadulva az árak, és ezért mi ezt szabályoznánk egy lakásügynökséggel. Tehát ugye ez egy több rétegű beavatkozás, állami segítség is kell hozzá, de hiszünk abban, hogy ha nem pártpolitikai politika, pár szinten ö, megy erről a gondolkodás, hanem szakmai szinten, hogy oldjuk meg Budapestnek és az agglomerációnak a problémáit, akkor igenis, hogy lehet működtetni ezt a dolgot. Maradjunk Budapestnél, és beszéljünk a négy főpolgármester jelöltről, hiszen négyen indulnak a tisztségét. Önök egyébként kit tartanának a legalkalmasabbnak a négyből? Hát most már senkit. Volt egy idő, amikor volt egy jelölt, akiről azt gondoltuk, hogy nagyon közel áll hozzánk, és nagyon sokat beszélt arról, hogy pártpolitika függetlenül kell a, a, a város gondjait megoldani. De hát ugye egy pártnak a színeiben indul, aki parlamenti frakcióval rendelkezik, és már hosszú évek óta több mint egy évtizede részese a magyar belpolitikának, annak az összes pártpolitikai jó dolgaival és az összes borzalmával, úgyhogy így nem teljesen értjük a, a koncepciót, hogy akar ő, ő nem pártpolitikus lenni, így aztán nem támogatunk senkit ebben a, ebben, ebben a négy emberből. Ugye a baloldal térfelén feltűnt egy új szereplő, Magyar Péter, a Magyar Péter jelenség. Ön egyébként civilnek vagy vagy pártpolitikusnak tartja őt? Hát, Pártja van, egy pártban alaelnök, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő egy pártos, szóval egy pártpolitikai szereplő. A feltűnése azt gondolom, hogy jó tud tenni a magyar belpolitikának. Az ellenzéki résznek mindenképpen, ugye mi is az ellenzéki részen vagyunk, függetlenek vagyunk ugyan, de azért elég komoly kritikánk van a jelenlegi kormányzattal szemben sokokból és a magyar ellenzékiségnek problémája, hogy nagyon szép volt. Magyar Péter feltűnése, hogy az LP választásokon eredményezheti azt, hogy jó, lecsökkenti a komolyan vehető pártok számát, és ezáltal akár 26-ban, vagy, vagy 20, vagy 20 Négy után, az EP választások után akár egy normális ellenzéki politizálás is kezdődhet, ahol talán már nem csak a pártok egymási, egymás bántása lesz a, a porondon, hanem az, hogy valójában mit akarnának csinálni az országgal, mert ugye az elmúlt 14 évben ez nem derült ki, hogy, hogy ki mit szeretne azon ki, hogy Orbán Viktor bukjon meg. Ugye a mi a alapvetően baloldali politikánk, amit mi a szolidárs mozgalomban végzünk, az, az nagyon kevéssé hangsúlyos, mert az ellenzéki politika nem programokról szól, hanem személyek. A hogy ki legyen elő a listán, meg hogy kialakítson frakciót, és őszintén szóval mi ezt nagyon károsnak tartjuk, azért is léptünk hátra ebből a pozícióból, és ezért is vagyunk az önkormányzati választásokon, ahol végre nagy örömünkre a programunkról tudunk beszélni, és nem a személyekről. Egy mondat, szövetségesnek vagy riválisnak tartják Magyar Pétert? Tehát egy politikai szereplő, nekünk nincsenek ilyen szempontból riválisaink, mi az állampolgárok felé kommunikálunk, és azt szeretnénk, hogy minél többen szavazzanak ránk a kerületekben, meg a fővárosi listán. Hát aztán, hogy a Magyar Péternek van-e valami programja, a Budapesttel kapcsolatban még nem derült ki, azt tudjuk, hogy ő is azért szeretne bekerülni, hogy zsarolhassa a többi pártot, de hát ez a pártoknak a jellemzője, hogy ők egymással vannak elfoglalva, és nem azzal, hogy hogyan lehetne a, a, az embereknek jobb. Meglátjuk, hogy alakul. Székes Sándor, köszönöm, hogy itt volt elég. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.